A sereghajtó gyulai kolor csapatához utazott a Sunshine Nyikse, így a találkozó kimenetele már a feldobás előtt sem volt kérdéses. Az első negyedben 13 pontos vezetést szereztek a főleg fiatalok a szerepeltető vendégek, akik a második 10 percben újabb 14 pontot tettek hozzá előnyükhöz. A játék képe a fordulás után sem változott, folyamatosan nőtt a két csapat közötti különbség, és Kovács Tibor együttese végül a 100 pontos határt is átlépve aratott ki ütéses győzelmet a hazaiak felett. Erre számítottunk, mert a tabellán elfoglalt helyezést, illetve hát ismerve az ellenfél, illetve a mi csapatunk játékerejét, szerencsetlenség nélkül mondhatom, hogy alapvetően reálisan úgy mentünk oda, hogy győzelmi esélyünk van, és ezt semmi kétséget nem akarunk e felől hagyni, illetve úgy készültünk, hogy ennek tudatában az idősebb, rutinusabb játékosaink kevesebbet, vagy egyáltalán nem játszanak, és a profitálás ez akkor történt, hogy lényegében a meccs nagyon nagy részét a fiataljaink játszották végig. Ki kevesebbet, ki többet, de elsősorban ők játszottak. A nyíregyháziak pénteken késő este a 6. helyezett Békés Csaba otthonában lépnek pályára. Ott már ezeket a tapasztalatokat is szeretnénk felhasználni, mert ez a néhány játékosunknak ez a tapasztalat is sokat jelentett. Ott természetesen már teljes csapattal szeretnénk kiállni, ha csak valamilyen munkahelyi egészségi probléma nem jön közbe, bízunk benne, hogy nem. Látva az eddigi eredményeket és elsősorban a hazai mérkőzését Békés Csabának, azért szoros eredményre számítunk, bízunk benne, hogy nem úgy lesz. Nagyon nehéz lesz ott nyerni, de úgy készülünk, hogy természetesen nyerni szeretnénk. Az NV2 keleti csoportját a Ceglid vezeti 13 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az egyaránt 12-1-es mutatóval álló Szolnokot és Deac Campus Fesztivált. A Sunshine Nyikse 9 győzelemmel és 4 vereséggel a negyedik helyen várja a folytatást.